A fiúkhoz hasonlóan már a lányoknál is befejeződött a szezon első fele. A Tihi Lajos Sportcentrum gyepére lépve stábunk csörgésre lett figyelmes, a résztvevők pedig gyorsan beavattak, mi is történik a pályán. Az utolsó heti játékaink, az ilyen lightos edzések voltak, játszottunk, pontszerzés volt a játék, húzunk csapatokat, és aki több pontot szerez egyénileg, az kap majd valami ajándékot. Kettő hete, amióta a bajnokságnak vége van, egy pontgyűjtő versenyt csinál mindegyik korosztályunk, ami igazából abból áll, hogy egy bemelegítés után húznak a játékosok különböző legó vagy üveggolyóból színeket, és 5-8 perces kis rövid mérkőzéseket játszanak, és mindegyik mérkőzés után húznak, és így mindig új csapatba kerülnek. Számolni kell a pontokat, ugye egy győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, hogy kikapsz 0 pont, és minden edzésen mondjuk 10-12 pontot el tudnak érni a játékosok mondjuk jó esetben, és a két hét alatt összeadódik az, hogy ki az, aki ezt az egész két hetet meg tudja nyerni, és akkor az évzáron őket tudjuk majd értékelni. U15-ös együttesünk az idei szezont Roni személyében új vezetőedzővel kezdte. A csapat és az edzői stáb is remekül összeszokott az elmúlt hónapok során, melynek eredményeként a bajnokság második helyén fognak telelni. Meg vagyok elégedve a játékommal, a csapatjátékával is. Nagyon összeszedetten játszottunk, voltak hibák, de a szezon második felében ki fogjuk ezeket javítani. Az elején nagyon jól kezdtünk, egyfolytában jó játékkal játszottunk. Eddig jött az első vereségünk, kicsit egy kis törés volt, de utána megint újra felálltunk és jól játszottunk. Nyilván mindenki tudja, hogy nyerni kell. Mondhatunk így, nyerni akarják. Nincs nyomás erre, hogy soha nem mondom neki, hogy nyerünk, hanem évezetek játékot, és próbáltok így minden a maximum adni. Ha beleadnak a maximum, akkor nagyon valószínű, hogy nyerni fogunk. Nincs nyomás, nem szeretnék nyomást tenni rájuk, mert vannak olyan játékos, hogy 12 éves most lett, múlt hét szombaton, hát mit várnak egy 11-12 éves élektől, csak évezed a játékot, semmi más. U17-es korosztályunknál a legnagyobb újdonság egyértelműen a játékosok számában rejlik. A Korozmár Norbert vezette együttes a nyáron egy jóval nagyobb létszámú kerettel kezdhette meg a közös munkát, és ahogy a kirakós darabjai a helyére kerülnek, úgy válik a játékuk is egyre összecsiszoltabbá. Szerintem kezdetben kellett egy kis idő, egy 2-3 forduló, hogy így megérkezzünk a bajnokságba, mivel egy kicsit össze kellett szoktunk, érkeztek új játékosok a nyáron, és szerintem ez a harmadik forduló után élet meg, hogy össze tudtunk játszani. Szerintem a Puskás Akadémia elleni győzelmünkkel tört meg a jég, és onnantól kezdtünk el szépen játszani. Létszámban sokat fejlődtünk, rengeteg játékos jött hozzánk. Úgy gondolom, hogy most, amit kitűztünk célt magunk elé, azt nagyjából sikerült elérni. Lehetett volna jobb is ez a szezon, de mondom, az új játékosokat be kellett építeni a csapatba, szerintem a következő fél évben sokkal jobb lesz. A legidősebbek, azaz az U19-es csapatunk játékosai már arra készülnek, hogy minél többen megmutathassák magukat a felnőtt mezőnyben is. Az első fecske pedig már meg is érkezett, hiszen Vég Adrien november utolsó napján a Szekszárd ellen bemutatkozhatott Makrai László együttesében. Már kint voltam egy meccsen, viszont akkor csak padoztam, viszont a második meccsre, amire meghívtak, ott debütálhattam, egy 15 percet játszottam. Nagyon jól éreztem magamat, teljesen egy teljesen különleges érzést adott ez az egész felnőtt. A kitűzött célokat el tudtuk érni az első fél évben, mind egyénileg, mint csapat részéből vagy az egész csapattal együtt tényleg sokat tudtak fejlődni a játékosok, és ez még egyszer mondom, eredményesebben is megmutatkozok, mindazok mellett, hogy egyébként nem az volt a fontos számunkra, hogy hányadik helyen vagyunk a tabellán, de nyilván minden meccset meg szerettünk volna nyerni, sokat fejlődtek a játékosok. A tavaszi céljaink egyértelműen az, hogy tovább erősödjünk, a közösségünket tovább formáljuk és pozitív irányba tereljünk tényleg mindenkit, illetve a céljaink egyértelműen abban vannak, hogy a játékosok tudjanak fejlődni, továbbra is tudjunk játékosokat adni a felnőtt csapatnak, illetve a válogatottba, ezek fontos célok számunkra.